Így dolgoznak a speciális csatornamosógépek. A legtöbb háztartásban előbb-utóbb szükséges a csatornák tisztítása. A vezetékek dugulása számos okra visszavezethető, ilyen például a nem megfelelő szaniter használat. A lefolyókba dobált, nem odavaló darabos vagy zsíros szemetek nem csak a hálózatban tesznek kárt, hanem komoly környezeti terhelést is okoznak. Gyakori jelenség az is, hogy a növények gyökerei okoznak problémát a rendszerben. A Nyírségvíz ZRT szakemberei ezek elhárításán is dolgoznak. A Nyírségvíz ZRT-nek jelenleg 8 speciális munkagépe van. Ezek olyan kombi csatornamosók, melyek szippantani, illetve csatornák mosni is tudnak magas nyomáson. 150-200 báros nagy nyomással különböző csatornamosó fejekkel tudjuk ezt a tevékenységet végezni. Azt jelenti, hogy ha a föld, dugulás, idegenanyag, akár gyökérben ő is van a csatornában, ezeket a speciális fejekkel, speciális tömlőkkel el tudjuk hárítani, teljesen meg tudjuk szüntetni. A kitermelt, illetve a csatornából kiemelt, kiszippantott hulladékot pedig szakszerűen elszállítjuk, illetve kezeljük a későbbiekben. A csatornák állapota nagyban függ attól is, hogy hol helyezkednek el és mikor telepítették őket, valamint hogy miből készültek. A belvárosnak a közepén, úgy van, itt ott kezdődött meg a csatornázás, a belvárosi részek azok, amelyek 60-70-es években épültek, és hogy megyünk kifelé a város külterre felé, ott pedig egyre fiatalabbak a csatornák, de nagyban befolyásol, hogy miből készültek ezek a csatornák. Az a tapasztalat, a műanyagból készült csatornák, vagy kölyök csatornák sokkal jobb állapotban vannak. Itt kiemelem, hogy a beton, illetve aszbesztcementből készült hálózatok, amelyek elég rossz állapotban vannak. Speciális kamerás csatorna vizsgálattal az is felmérhető, hogy milyen állapotban van a csatorna hálózat. A Nyírségvíz ZRT ezen kívül a zsírfogó műtárgyak és házi szennyvízátemelők teljes körű takarítását, tisztítását is végzi. Fontos, hogy a keletkező hulladék elszállításáról, szakszerű ártalmatlanításáról is gondoskodnak a szakemberek.